A kanizsai verseny előtt 29 városban szerveztek elődöntőket, ahonnan a legjobbak jutottak be az országos döntőbe. A megmérettetés nagy népszerűségnek örvend a 60 év feletti sakkozók körében, amit jól bizonyít, hogy az ország egyre több pontjáról érkeznek játékosok. A résztvevők köre most azt mondom az egész Magyarország, hiszen Nyíregyházától, a legtávolabbi Nyíregyházától, Szeged, Csongrád megye, Kiskunhalas, Budapest, fél Budapest, Győr, Sopron, Tatabánya, Veszprém, Kaposvár, tehát az egész ország képviseltetve van. Örülünk nagyon, hogy a rendezvényünk az 5. évben ilyen sikeres és egyre sikeresebb lesz. Nagykanizsát Kercsmarics József távolléte miatt a megengedetnél egyel kevesebben képviselik, de így is van esély arra, hogy hazai játékos a legjobb 10 között végezzen. Egyre kevesebben vagyunk, és így hát nyilván az esélyek is. Én a magam részéről egyet tudok ígérni, hogy amit tudok, azt megteszek, aztán, hogy ez mire lesz elég, az a pillanatnyi forma, a szerencse, vagy ne egy Isten, a bal szerencsének a kérdése, hogy hogyan fog alakulni. Én ha az első, hát a 10-be bekerülnék, akkor rendkívül boldog lennék. A verseny ünnepélyes megnyitóján részt vett Nagykanizsa polgármestere is. Dénes Sándor kiemelte, már a sikeres kvalifikációval minden versenyző nyert, hiszen új barátságokat és új élményeket szerezhet. Én azt kívánom önöknek, hogy érezzék nagyon jól magukat. Aki ide eljött és részt vesz, barátságokat köt, és jól érzi magát, mindenki nyert. Mindenki nyert, holott hát majd a pontokat számolni fogják természetesen, és holnap délután átadjuk a díjakat. A FIDE pontok alapján a verseny legesélyesebb játékosa Volosin Vladimir és Mészáros András. A kanizsaiak közül Pap Nándor áll a legjobban, ő a 11. a tabellán. A verseny holnap kora délutánig tart.